mi történt szerda reggel óta. Ha megtudod, hová jutottam. Amikor fölébredtem, a telefonhoz siettem. Úgy éreztem, ha most nem beszélhetek Viktorral, abba belehalok. Úgy éreztem, ha most nem beszélhetek. Sajnos az a vénbestéje anyja megismerte a hangot. Felső halló után lecsaptak a hagylót. Újra telefonáltam. Vártam egy kicsit. Újra telefonáltam. Minden 10 percben telefonáltam. Megint az anyja vette föl. Egy cédulával átküldte meg Érkét. De a bestia a gyanút fogott, kidobta. Lefeküdtem. Te tudod, máskor milyen jól alszom. Most a szememet sem tudtam csukva tartani. Töprengtem. Mit csináljak? Mihez kezdjek? Mihez kezdjek? Tüzős mandulagyulladásom miatt nem vehetek részt a mai próbán. Nem baj, kislányom. Úgy is elmarad a próba, mert a művész úr este a Nagybábonyi Kultúrházban vendég szerepel. Hol az a Nagybábony? Hogy lehet oda jutni? Izgalomban olyan légszomj fogott el, hogy egy nitro mintem is volt elég. Nagybábony Borsod medjében van. Még elértem a buszt, amelyről este 8-kor épp a Nagybábonyi művelődési ház előtt szálltam le. A pénztárhoz mentem. Itt azonban kiderült, hogy mozi előadás lesz. A fővárosi művészek vendégszerepléséről senki nem tudott. Lehetséges, mondták, hogy nem Nagybábony, hanem a Nagybábonyi Erdőgazdaság a fellépés színhelye. Ott is van kultúrház, ott is van megállója a busznak. Megnéztem a menetrendet. Az út 8 kilométer. 20 perc múlva megint indul egy busz. A kultúrházban még a lámpák se égtek. A fővárosi művészek autója itt járt, ugyan. Lemondták a fellépést, rukkodtávukoztak. Nekivágtam a sötétségnek. Az országútra nem találtam vissza. Vaktába elindultam a sineken. Esküdni mertem volna, hogy már jártam. Ezen az ajtón bementem. Ennek az embernek köszöntem. És ő volt az. A Létai Lajos bácsi. Hát jobban mondva a fia, aki most a Nagybábonyi fűrészterepen éjjeli őr. Nála vacsoráztam. Ott is aludtam. Rettentő nagy tisztelettel bánt velem. Akkor született, amikor mi már elkerülő félben voltunk. De mindent tudott rólunk. Csupa szépet, jó volt. Hogy te férhez mentél a Danzinger egyetlen fiához, és nagyon boldogan élsz. Én ugyan egy szegény patikus segédhez mentem, de én is nagyon boldog lettem vele. És hogy milyen szépek voltunk. Sose veszekedtünk. És hogy te voltál a szelidebb, az okosabb. Én a pajkosabb, makrancosabb. Isten. Minket mindenki csak nevetni látott. És úsztunk, teniszeztünk. Amikor ez a lányoknál még nem divatozott. Neked a szemed volt gyönyörű. Nekem a hajam. Istenem. Kész reggeli várt. Mosdóvíz, egy új szivacs, amit bizonyára évek óta féltve őrzött. Aztán befogott egy rozzant kis csacsit, és roppant szerényen odaült mellém, hogy bevigyen a kis vasúthoz. Azt mondta, sose hittem volna, hogy egyszer megkocsikáztathatom a kisebbik Skalla lányt. Csak úgy árad belőle a lovagiasság.
amiről még most sem tudom, kinek szólt. Apánknak, nekünk. Vagy valami egyébnek, amiről mi sem tudunk. Két sonkás zsemlét is adott, hogy meg ne éhezzem hazafelé menet. Az út is szép volt. Hegyek közt jöttünk. A fák közt átsütött a nap. És akármi volt kiírva, mindenütt létát láttam.